horgászok, hát egy olyan jó 3-2 éve, mert egyébként egy izgalmas dolog, mert hát izgalmas, meg a fogszalad sikerélményed van. Meg így ilyen izgalmas, meg legalább időtöltés mondjuk a szüleiddel, meg így, ja, időtöltés. Hát megnyugtatja az embert, kiszakadunk legalább a mindennapokból, természet, stb. Meg is pucolhat. Mekkora halat fogtál? Mi volt a legnagyobb? Ma? Hát eddig, amikor gáztál. 11,5 szürke hacsa. Csinálom, amúgy feltétlenül inkább Bálintékkal jövök ki, de nekem is szórakozás. Hát, hogy mondjam. Fogtál ma már valamit? Mert még nem fogtam semmit, nemrég értünk ide, de szeretnék azért egy nagy pontot, de azt vissza tudja engedni. Azért jó ez a túl, mert amúgy sok hal van benne. Mit fogtál már? Hát csak egy naphal volt. És mit szeretnél fogni? Hát én azt nem tudom, nekem bármilyen hal jó. Hát én úgy az összeset szeretem. Naphalak, meg vörös szárnyú keszegek. Hagyományőrző jelleggel került megrendezésre idén is a horgászverseny a gyermekek részére, és nagy öröm számunkra, hogy most már több mint 25 gyermek vett részt a versenyen. Különleges alkalom, hiszen hosszú-hosszú idő óta újból lehetőséget kaptunk arra, hogy a versenyt meghirdessük. Köszönjük szépen a Berki Horgász Egyesületnek a lehetőséget, hogy biztosítják a helyszínt, és egy kiváló versenyt rendezhettek itt a tóparton. A gyerekek már nagyon várták, nagy volt az izgalom, amikor a verseny elkezdődött, hiszen mindenki szerette volna, minél több halat fogni. Most, ahogy körbejártuk a
tópartot, azt tapasztaltuk, hogy a gyerekek nagyon örülnek, nagyon izgulnak, és mindenki komoly felszereléssel készül, és bízunk benne, hogy a eredmény hirdetése tényleg a legjobbak fognak tudni helyezésben részesülni. Természetesen önkormányzatunk is egy ajándékot, ajándékcsomagot ajánl fel a versenyzőknek, és a gyerkőcöknek pedig egy kis ajándékkal kedveskedtünk. Fogtam kettőre a napalat, és még itt van. Azt próbálom most nem kifogni.